Hello, sztok, sziasztok, szevasztok, itt Laki Mester, és ebben a videóban újabb energiaitalokkal fogunk foglalkozni, ahogy látjátok. Hoztam nektek egy bombaterméket és egy teszkósat. A bombának hoztam a megy ízesítésű bombáját, illetve a teszkósnak a zöld alma ízesítésűt. Ez lesz ebben a videóban, srácok, lányok, úgyhogy nem is húznám tovább a szót, tartsatok velem. Nézzük meg, hogy mit tartalmaz a két energiaital, mármint a dobozon belül mit tartalmaz. Nézzük először a teszkósat. Most tettem ki a hűtőből, úgyhogy biztos, hogy jó hideg. Mondom, szénsav, zöldalma, ízű energiaital, koffeinnel és vitaminokkal, cukorral és édesítőszerrel, pasztőrözött. Összetevők, ivóvíz, cukor, fénylik, savanyúságot szabályzó anyagok, citromsav, nátriumcitrátok, széndioxid, aromák, koffein ugye 30 mg per 100 vénnyi, vitaminok, amiből van pantoténsav, B6, B12 vitamin, ezeket írja csak. Van benne édesítőszer, ami szukralóz, van benne színezék, ami karamell, le van írva ugye, hogy koffein érzékenyek, gyerekek, terhesnők, szoptatóanyák ugye ne nagyon fogyasztják, hogyha lehet, vagy mértékkel, minőségét megőrzi, 2023 6. hó, bőven tökéletes, és hogy forgalmazza a Tesco, ennyi. Nézzük a bombát. Bomba Red Energy, hőkezelt koffein tartalmú megy ízű szénsavas ital, cukorral és édesítőszerrel. Összetevők, víz, cukor, citromsav, savanyúságot szabályzó anyag, nátriumcitramát, széndioxid, aroma, van benne koffein 15 mg per 100 ml, színezőanyagok és koncentrátumok, ami sárgarépa, hibiszkusz, inositol, jól mondom, vitaminokból van benne niacin, pantoténsav, B6, B12, édesítőszer, ami aszpartám, van acesulfátká, fenil, alamin forrás tartalmazhat, tápértéke le van írva, 100 ml-ben miből mennyi van. Van benne, azt mondja, hogy van benne 7,6 szénhidrát, 7,6 g cukor, fehérje 0, só 0,3 g, 100 ml-ben van 34 kalória, niacin van 7,2 mg, B6 vitamin 0,798 mg, B12 0,4 mikrogram, pantoténsav 1,98 mg, és úgy nagyjából ennyi. Ugye Ausztriában forgalmazzák, ugye nem helyettesíti a normális étkezést, ugye minőségét megőrzi. Ez is 23. harmadik hó, ez is bőven jó. Bomba Energy forgalmazza, Ausztriából származik, és Bomba Energy, Ausztria, és Budapesten forgalmazzák, és így nagyjából ennyi. A két doboz dizájnja nekem, hát a bombás egyértelműen, onnan mutatom, jobban tetszik. Meglátjuk. Felbontam, nem tudom, lehet, hogy megcseréltem most a kettőt, de most így lesznek az asztalon. Felbontjuk a megyeset. Én ezt nagyon várom, ezt a megyes ízt. Illatra megy, az teljesen kiüt. Ez a halvány piros, vagy bordó inkább, a almás, várjátok, mert körmöm már nem nagyon van meg, én mert levágtam. Ezen is érződik a zöld alma, ez meg mint a átlátszó, arra mutatom nektek. Tehát láthattátok, megillatolom a bombát, megy az érződik rajta, a zöld almán, hát ez a jellegzetes alma illat, ez a Jonagold almának az illata, igen, ne kóstoljuk meg. Megyes létére én savanykásabbnak gondoltam, de szerintem eléggé édes, legalábbis nekem.
Szénsav az szerintem pont oké is. Mást úgy annyira nem érzek rajta, jól érződik a megyes íz, csak nekem én, az én számomra, ez az én véleményem nekem kicsit édes. Ugye egy videóval ezelőtt volt a másik Tesco-s energiaital, annak nem tudom, hogy mit érzett, ugye mondtam, hogy az fel van igítva, tehát mintha pisit innék, már bocsánat. Érződik az alma íz, meg jó savanykás is, csak én nem tudom miért, vagy csak beképzelem magamnak, de én érzem a natur, amit az előző videóban lévő energiaitalnak valami utóízét. De azért megkóstolom még egyszer. De a színe is teljesen, mint hogyha szódavíz lenne, vagy nem is tudom, na mindegy. Ezt tudom, a megyesre azt tudom én mondani, hogy számomra nagyon édes. Szélsebb ügyileg teljesen jó. Más úgy különösebben nem érzek rajta, iható, teljesen. Aki szereti ezt az édes késebb ízeket, annak ez be fog jönni. Az almás. Érződik jól az alma. Jó savanykás. Talán még nagyon minimálisan keseny és utóíze is van. De ez csak tényleg nagyon halvány. Ha a kettő közül kellene választanom, akkor hát nekem legalábbis főjön a fejem, de szerintem az almásat választanám. Hogyha folyamatos fogyasztásra keres valaki, és szereti az édes ízt, akkor a bomba a nyerő. De most én nekem az almás, ami nekem most jobb számomra. Úgyhogy ez szerintem el is dőlt. A bombával sincs tulajdonképpen semmi, csak az nekem egy kicsikét édes. Úgyhogy srácok, lányok, ez a két energiaital szerepelt ebbe a videóba. Ugye a zöldalmás Tesco-s, illetve a bombából a megy. Én megmondom nektek őszintén, hogy a megyre jóval savanykásabbat vártam, de nem. Úgyhogy srácok, lányok, ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor légy szíves, lájkoljátok, aki nem tette volna meg eddig, az legyen szíves, iratkozzon fel, és nyomja meg a kis harangot, hogyha szeretne még ilyen videókat, gameplayeket, próbálok mindenfélét, amit csak tudok csinálni. Én Lakimester voltam, sziasztok!